Vérnyomásmérők a 60-as, csecsemő mérleg a 70-es évekből, és több évtizedes gyógyászati segéd és kiegészítő eszközök. Ilyen emlékeket is őriz a dr. Kálai Rudolf orvostudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény. A szakkönyvtárak körében mindig is előkelő helyet foglalt el az orvosi tematika. 1996. októberében a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 40 könyvtár képviselője megalapította a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségét. Ennek egyik alapító tagja volt a nyíregyházi is. Ezeket a mára már csak emléknek számító eszközöket a jelenlegi diákok is megismerik a kórházi gyakorlatuk során. Ezeket azért érdemes tudni, azért érdemes ismerni, mert azt a fejlődést tudjuk ezzel tulajdonképpen értékelni, amin átment az orvostudomány. Ez ugyanúgy vonatkozik a műtéti, a diagnosztikai eszközökre, hisz nem lehet ide betolni egy MR készüléket, mert az nem is férne el. Ma már ilyenekkel gyógyítunk, ugye itt oktatási központban vagyunk, itt vannak hallgatók, akik ápoló képzésben részt vesznek, én szoktam a kollégáimnak biztatni őket, hogy csak mutassák meg nekik, hogy valamikor hogy is történtek ezek a dolgok. Azt gondolom, hogy ez egy alapot jelent arra, hogy a jövőben ők megfelelő módon tudjanak gyógyítani. Nem csak a dr. Kálai Rudolf orvostudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény 100 éves évfordulóját ünnepli az egészségügyi intézmény. Idén 120 éves maga a kórház is, tette hozzá Adorján Gusztáv főigazgató. Erre az évfordulóra rendezvénysorozattal készülnek. Ennek első állomása volt a csütörtöki centenáriumi tudományos ülés. A nyíregyházi orvosi könyvtár az intézmény első igazgatójának, dr. Kálai Rudolf nevét kapta az 1918-as alapításakor, amikor saját tulajdonában lévő folyóiratokat és könyveket ajándékozott a gyűjteménynek. Ma már egy 45 ezeres kötettel rendelkezünk, rengeteg folyóirat előfizetéssel, és hát a mai kor 21. század kihívásnak megfelelő, hát hogy mondjam, adatbázisokkal, amelyeket ugye up-to-date adatbázis rendelkezésre áll a kollégáinknak, úgyhogy nagyon fejlett, hát hogy mondjam, informatika, de a múltra alapozott gondolkodással végzük ezt a munkát a könyvtárba. Azt gondolom, hogy egy kórháznak, meg fölteszik a kérdéseket, kell-e vagy nem kell, én azt gondolom, hogy kell, nagyon is kell, hisz kell egy hely, ahol centrálva, összefoglalva kollégák, kolléganők utána tudnak nézni bizonyos dolgoknak a gyógyításhoz, a kutatáshoz, hisz mi is, mint oktató kórház részt veszünk a Debreceni Egyetem, illetve a főiskolában is, mind a graduális, mind a posztgraduális képzésben, és ehhez bizony egy megfelelő információra van szükségünk. Iszonyatos mennyiségű orvosi információ zudul ránk naponta, és ennek a tisztázásába is, tehát a prioritások egyebekben is nagyon nagy segítségét jelent. A mindennapi gyógyító munkához fontos, hogy tisztában legyenek a múlttal is a szakemberek. A könyvtár és dolgozói nagy segítséget jelentenek ebben nap mint nap.